2016 márciusában Gödöllőre látogat a Magyar Klasszikus Nagy Cirkusz. Ez az utazótársulat a nagymúltú Donnert és Kraj cirkuszos családok nevéhez köthető. Ez a két cirkuszos család, mint ahogy a Magyarországon, illetve mondhatom, hogy a világon minden cirkuszos dinasztia család nagyon-nagyon nagy múltú, hosszú időre tekint vissza. Konkrétan a Donner család és a Kraj család az 1700-as és az 1800-as évekig van visszavezetve papíron, hogy mindig is a cirkusszal foglalkoztak. Mindig is az embereket szórakoztatták, a nagy érdeműt itt Magyarországon, illetve nem csak Magyarországon, hanem azon kívül is. A Donner család egyébként egy óriási nagy, hát mondhatom, hogy Magyarország egyik legnagyobb cirkuszos dinasztia családja. Ebből következően számos ilyen produkciót őriznek, ami hagyománytőrző produkciónak számít. Legfőképpen egyébként állatos produkciók, tehát a Donner család az mindig is oroszlán részét vállalta az állatadomításban, tehát főképpen lovakkal, de egyébként tigrisekkel, elefántokkal, medvékkel. Tehát a Donner családhoz inkább az állatos produkciók. Legfőképpen a lovas akrobatika fűződik az ő nevükhöz. Tehát hagyománytőrzően ők, mondhatom azt, hogy megteremtői voltak ennek a műfajnak, ennek a cirkuszi műsorszámnak, hogy így fogalmazzam, tehát amikor lovak hátán szaltót ugranak, zsonglőröznek, stb., és ezt nagyon magas színvonalon űzték. A Donner családnak ezek azok a műsorszámok, amit hagyománytőrzően mindig is porondra léptek ezek a műsorszámok. A Kraj családnál viszont voltak akrobatikus műsorszámok, amik ugye állatok nélkül történtek a porondon. Ez egy olyan műsorszám volt, ami, illetve hát a mai napig is porondra lép ez a műsorszám a Magyar Klasszikus Nagy Cirkusz poronyán. Ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy szabad létra, tehát egy egyágú létráról beszélünk, ami nincs kifeszítve, nincs kiegyensúlyozva semmi. Ez egy abszolút hétköznapi egyágú létra, amin az artista művész úgy mászik föl, hogy azt ő egyensúlyozza, és ott fönt különböző produkciókat ad elő, átbújkál a fokok között, stb. A cirkusz társulata jelenleg körülbelül 30 főből áll. Ez évről évre változik ez a létszám, plusz-minusz 2-3-5 fő, 10 fő, attól függ, hogy egy adott szezonnak a műsorát azt hány főből tudjuk összeállítani, és hány főt kíván meg. Ugye egyrészt van ugye a család, ugye akik állnak szülőkből, testvérekből, unokatestvérekből, akik állandó tagok, és ezek az emberek azok, akik ezt az egészet mindig is mozgatták, és jelen pillanatban is, és jövőben is mozgatni fogják. Emellé persze természetesen nekünk is fontos mindig megújulni évről évre. Úgy mondom, hogy a műsorszámokkal itt arra gondolok, tehát ezért alkalmazunk mi is olyan külsős artista művészeket, akik ugye bár nem családtagok, de kollégák, jól ismerjük őket, vagy adott esetben a állami artista képzőből lépnek ki végzősök, és akkor úgy kerülnek a cirkusz poronyára. Ezek azért fontosak, mert ugye egyrészt mi is teret adunk a fiatalságnak, másrészt pedig ugye igényes produkcióknak a bemutatása az nem tud megtörténni 2 hónap gyakorlással, tehát ide bizonyos produkciókat évekig kell gyakorolni, és ugye erre nem mindig van mód és lehetőség mondjuk egy adott művésznek, akinek mondjuk van 2 jól kidolgozott produkciója, és itt mondjuk gondolatok bármelyik unokatestvéremre, akár jó magamra, tehát egy adott személy nem tud 8-10 igényes produkciót kitanulni, legyen az 2, de tényleg igényes, és ezért van az, hogy vannak műsorszámok, amik ugye állandók személyek, de ugye mindig változtatnunk kell a műsoron, és ezért hozunk külsős artista művészeket, hogy minden évben új és változatos szórakoztató műsorral várjuk a nagy érdeműt. Mint ahogy ugye a nevünkből is adódik, hogy Magyar Klasszikus Nagy Cirkusz, mi ragaszkodunk a klasszikus műfajhoz. Tehát mi ragaszkodunk ahhoz, hogy egy klasszikus bohóc legyen, amely szórakoztatja a gyerekeket, tényleg bevonja őket a játékokba, tehát egy pirosórú, nagycipős bohóc legyen. Egy igazi ilyen kis kedves bohóc, aki ugye már nem mint a mai világban sok helyen felfedezhetők a pantominók, illetve nem bohócok, hanem inkább komikusok, stb. Tehát egyrészt ez az egyik része, amit fontosnak tartunk, nagyon megmaradjon a klasszikus cirkusz világába. Az állatos produkciók is fontosak, természetesen a cirkuszban, hiszen a gyerekek azok nagyon szeretik az állatokat, és ezt itt meg kell álljak, és hozzáfűzöm, hogy mi is nagyon szeretjük az állatokat.
és nagyon jó vannak tartva, tehát ezt amikor majd adott esetben eljön és megnézi a kedves nagy érdemű, illetve akár bárki itt Gödöllőn, akkor láthatja, hogy nagyon szép és jó állapotban lévő állatok vannak, szeretve vannak, jó helyen tartva, de ez az másik olyan műsorszám, amit fontosnak tartunk mi is, és Magyarországon, illetve én úgy gondolom, hogy a világon a cirkuszok fontosnak tartják, hogy az állatok is felléphessenek a porondon. Ez mellett ugye maga a stílust, mi egy klasszikus stílust képviselünk, ami azt mondja maga után, hogy nincsenek, hát hogy finoman és modernen fogalmazok, nincsenek elmátrixosítva a produkciók, meg vannak koreografálva, nagyon szép és magas színvonalú produkciókról beszélünk, és igen, vannak tehát a klasszikus cirkusz képviselők, a csillogos ruha, piros bóc, fűrészpor, állatok, stb. De azért mi is ugye újítunk, mert ugye akkor haladni kell, és de mi ezt az újítást inkább úgy látjuk, hogy a produkciókat, amik ma azt mondom, hogy új produkciók, új keletű produkciók, például ugye régebben a zsonglőr csak karikával, buzogánnyal, illetve a labdával zsonglőrözött, ma már vannak olyan zsonglőrök, akik mondjuk diabolókkal zsonglőröznek, vagy ilyesmi, amik ugye régen nem voltak, akkor ezeket akkor mi is szívesen látjuk a porondon, természetesen egy klasszikus köntösbe bújtatva a klasszikus előadásunkon. A modernebb elemek a cirkusz másik előadásában jelennek meg hangsúlyosabban. A társulat különleges horror cirkusszal is várja a szórakozni vágyókat. Ezt szántuk egyrészt annak is, hogy tehát egy modernizálásnak, másrészt viszont azért is, hogy megszorítsunk egy olyan korosztályt, akik ma már nem járnak cirkuszba, és hogy lássák, hogy a cirkusz igenis minden korosztálynak ajánlott, hiszen magas színvonalú produkciókról beszélünk, nagyon igényesen kidolgozott műsorszámokról, nagyon szórakoztató maga a műfaj, mint cirkusz. Így meg úgy gondolom, hogy megspékelve ezzel a horror műfajjal, tényleg egy nagyon magával ragadó, tehát egy kicsit elviszi az embereket, itt tényleg ki lehet kapcsolódni, tehát akárki, akármilyen problémával jön be, abban a másfél-két órában ebbre biztos, hogy nem lesz ideje koncentrálni ezekre a problémákra, mert ez a horror cirkusz előadás, ez teljesen ugye egy interaktív showműsor, ahol azért jobban be vannak vonva a nézők is ebbe a showműsorba, váratlan hangeffektek, fényeffektek, illetve hát váratlan ijesztések történnek az előadás során, ahol ugye a szereplők egyszer csak a semmiből ott teremnek a nézők előtt, a nézők között akár, és be vannak vonva ezzel ők is a showműsorba. A Magyar Klasszikus Nagy Cirkusz Gödöllőn március 9-e és 13-a között várja a nagy érdeműt előadásaira. Hétköznaponként este 6 órától várjuk a közönséget, illetve hétvégén szombaton délután 3 és este 6, vasárnap pedig a délelőtt 11 órási matinével akarunk kedveskedni a gyermekeknek még így a jövő heti iskola előtt. A produkciókról annyit lehet tudni, mint ahogy mondtam, ugye mind kényes, jól kidolgozott produkciók, és ritka produkciók. Tehát, hogy egyrészt látható lesz ez a szabadlétrás produkció, ami már hagyományt őrző, de itt Gödöllőn már nagyon régen nem lépett föl, sőt nem is tudom, hogy utoljára mikor láthatta itt a nagy érdemű ezt a produkciót. Természetesen lesznek zsonglőrök, állatos produkciók is, bohócok is. Ez mellett lesz késdobáló, viszont lesz még egy olyan érdekes műsorszám, amit ki tudnák emelni, hogy ilyen korbácsok, ami Magyarországon egyedülálló, és Európában sincs egyáltalán sok belőle. Különböző tárgyakat, tehát pohár alátétet, és a legvégül a gyertyalángát is eloltja egy 8 méter hosszú korbáccsal, ami igen jó célzóképességre adókot, tehát hogy gondolja az ember, azért ez nem egy egyszerű dolog egy ostorral egy gyertyalángját eloltani, tehát ez egy önmagában már egy ideál a produkció, ez mellett természetesen, hogy mondtam, lesznek bohócok, légtornászok, stb. Nagyon színes előadást állítottunk össze az idei évre is, és ezzel szeretnénk idén is kedveskedni a gödöllői közönségnek.